2020-ban lett volna esedékes a veterán súlyemelők Európa-bajnoksága, de a koronavírus közbeszólt, így egy évvel ezelőtt a hollandiai Alkmaar adott helyszínt a kontinens viadalnak, mesélte a Tamási Koppány Sportegyesület elnöke, aki az egyik versenyző volt. Masters sportolók, 35 év feletti sportolók, és két fő verseny van általában, van egy hazai országos bajnokság, a korosztályos országos bajnokság, illetve a nemzetközi versenyek. Az idei országos bajnokságon lehetett a nemzetközi versenyekre kvalifikálni, tehát szintek vannak korosztályunkként, szinteket kellett teljesíteni. Egy időigényes, hosszú felkészülés előzte meg az idei nemzetközi versenyt is, ahova 10 magyar master sportoló szerzett kvalifikációt. Nagyon szépen szerepeltek egyébként a magyarok, remek teljesítményeket értek el, 4 aranyérem, 3 ezüstérem, 1 bronzérem, 1 negyedik és 1 ötödik helyezést értünk el. Tamási Koppány Sportegyesület 2 50 pluszos versenyzője is indult ezen az Európa bajnokságon. Lipkovics József volt az egyik, és jó magam indultunk. A Masters EB kimagasló sikereket hozott a magyar, köztük a tamási súlyemelőknek is. A város színeiben versenyző Lipkovics József egy taktikai döntés után nem a saját súlycsoportjában indult. Egy ezüstérmet eredményezett, nagyon jó döntés volt. 74 kilót szakított és 91 kilót lögött 102 kilós súlycsoportban. Jó magam pedig a 81 kilós súlycsoportban neveztem, és 68 kilót szakítottam, 82 kilót lögtem, és ez az ötödik helyezésre volt elég. Idei évben egyéni csúcsokat is teljesítettünk. Mindenképpen szeretném a magyar csapatból kiemelni két versenyzőt. Az egyik Szuromi Tímea, aki nem csak a korosztályában, hanem az összes női mezőnyben az élen végzett, tehát a legjobb női versenyzőként szerepelt, Európa csúcsokkal, és nyilván Európa bajnok is volt a korosztályában. A másik pedig dr. Rozanis Péter szeretném kiemelni, az ő korosztályában szintén Európa bajnokságot nyert, és ő egy nagyszerű sport emberi tulajdonsága is rendelkezett. A versenyén a lengyel ellenfeleinek könyökficama lett. És a Rozanis Peti pedig a két fogás között, tehát zajlott a verseny, és a gyakorlatok között tette helyre ezt a könyökficamot a legnagyobb ellenfelének, a lengyel versenyzőnek. Ez egy óriási emberi és sportolói tulajdonság. A tamási versenyzők felkészülése munkahelyi elfoglaltságuk mellett zajlott, így próbálták a szabadidejük feláldozásával a legjobb formába hozni magukat a Hollandiában zajlott súlyemelő Európa-bajnokságra. Nyilván ebben a korban azért nem mindennaposak az edzések azért. Tehát több talán a pihenőidő az edzések között. Lipko és Józsi, igaz, hogy Tamásiban igazolt versenyző, de ő Abaúj-Szántón készül. Egy hosszú időszakot vesz igénybe a felkészülés. Ugyanúgy alapozó időszak, formábozó időszak is történik. Én úgy gondoltam, hogy a versenyeredmények igazolják azt, hogy jó volt a felkészülés. Mentálisan is ugye készülni kell a versenyekre. Hasonló, mint a fiatalok felkészítése, csak figyelembe kell venni a korosztálynak a jellegét is. Bakman Béla, aki az Európa-bajnokságon 81 kg-os súlycsoportban az ötödik helyet szerezte meg, edzőként tevékenykedik a tamási teremben, ahol heti szinten ösztökéli a fiatalokat arra, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. Én hiszem azt, hogy példa a fiatalok számára, hogy igenis nem kell abba hagyni a sportot, hanem ugyanúgy lehet űzni, és tevékenyen, aktívan is lehet csinálni. Ez példaértékű szerintem a fiatalok számára is, hogy látják ezeket az eredményeket.